Legutóbb 2010. februárjában szünetelt a termelés a Szerencsi Hidrosztil szivattyú és általános gépgyár KFT-nél. Akkor a cégnél a 41 fő statisztikai létszámból 17 főnek, jellemzően a forgácsoló üzem és a szerelde dolgozóinak szűnt meg a munkaviszonya. Akkor az volt a terv, hogy a tavasz beköszöntével újraindítják az üzemet, aminek a termékeire a cég akkori ügyvezetőjének a tájékoztatása szerint 30 millió forintos megrendeléssel rendelkeztek. A munkaügyi központtal együttműködve kívántak új dolgozókat felvenni az öntöde üzemeltetéséhez, már megvoltak a szakemberek. Az ügyvezető 2012. januárjában hirtelen elhunyt, ezt követően indult meg a felszámolási eljárás, amelyben 2013. augusztus végéig csupán részeredmény született, miután a tárgyi eszközöket, elsősorban a szerszámgépeket 9 millió forintért értékesítették, tájékoztatott Guik Zsolt. A cég felszámolója hangsúlyozta, hogy a folyamat még nem zárult le, hiszen az ingatlan és az épületek továbbra is vevőre várnak. Gulyik Zsolt kérdésünkre válaszul közölte, hogy az elmúlt időszakban elkészült a teljes leltár, amely szerint a vagyonértéke megközelíti az 500 millió forintot. Az összeg elsősorban az ingatlannak és a rajta lévő építményeknek az értéke, amit egészben vagy esetleg a terület megosztásával részben kívánnak értékesíteni, azonban eddig nem vezetett sikerre az eladása. Az idén szeptemberben az erre vonatkozó felhívást ismét közzéteszik. Elsősorban eladásra kínálják a területet, de a bérbeadástól sem zárkóznak el. Azonban a felszámoló megerősítette, hogy a vagyonnal felelősen kívánnak gazdálkodni. Az egykori gyár területén még fellel tárgyi eszközöket leltározták, majd nyilvános eljárás keretében eladásra kínálták. Ez a folyamat eredménye járt. A vevő megfizette a 9 millió forint vételárat, az elavult szerszámgépek többségét leszerelték, szétvágták és az elmúlt hetekben ócskavasként szállították el a gyár területéről. Már üresen állnak a csarnokok, az ingatlan őrzését korábban elrendelte a felszámoló, aki bízik abban, hogy a város önkormányzatának a közreműködésével esetleg barna mezős beruházásként sikerül gazdát találni a vagyontárgyakra. Az már azonban biztos, hogy a termelőeszközök eladását követően a szivattyú és gépgyártás végleg befejeződött az egykori diósgyőri gépgyár D -gyár egységében, ami később hidrosztil szivattyú és általános gépgyár Kft. néven működött.